Jó estét kívánok! Ez a művészbejáró Békés megye kulturális magazinja. A közelmúltban Bónisz Bona a Nemzet Tehetségeiért díjat kapott Kölcseiné Balázs Mária. Az elismerést a tehetséggondozásban, tehetségnevelésben kiemelkedő munkát végző szakembereknek ítélik oda. A Békés Csabai népművelő pedagógust kiváló tehetségfejlesztő kategóriában díjazták, vele beszélgetek ma esti adásunkban. Üdvözlöm! Jó napot kívánok! Hát ezúton is először is szeretnénk gratulálni az egész stábunk nevében az elismerő díjhoz, illetve arra lennék kíváncsi, hogy hogyan is jött ennek az egésznek a felterjesztése. Ha jól tudom, ennek külön kis története van, erre lennék kíváncsi. Köszönöm a gratulációt. Hát igen, nagy meglepetésért. Általában a mai világban ugye az ember tudja előre, hogyha valahova felterjesztik, hiszen legtöbbször már alá kell írni, hogy átveszi azt a díjat, vagy ilyesmi. Na, én nem tudtam semmit erről. Ez egy ilyen családármány volt a hátam mögött. Egy zenei táborom van, most már hosszú évek óta táboroztatunk, illetve nyilván több ezennél, hiszen egy folyamatos tehetséggondozásról van szó. És azok a pályatársak és szülők terjesztettek fel, akikkel együtt dolgozom ebben a táborban, illetve ebben a folyamatban. És én tulajdonképpen akkor értesültem erről, amikor egyszer csak kaptam egy e-mailt, és az volt benne, hogy tisztelt Kölcseiné Balázs Mária, gratulálunk, ezen és ezen a napon jelenjen meg itt, és ön Bónisz Bona díjat kapott. És nem is tudtam, hogy mi ez. És akkor próbáltam felhívni embereket, nem értem el senki olyat, akire gondoltam, hogy ilyet tehetett. Gondoltam, hogy ez valami nagy tévedés is lehet, tehát nem is nekem szól, csak véletlenül valami ilyen e-mailt kaptam. És a gyerekeimet hívtam fel, akik Budapesten élnek, és kérdeztem tőlük. Először a nagyobbik fiam vette fel, és mondta, hogy gratulálok, anya, fogalmam sincs, miről van szó. És mondtam, hogy akkor kérem az öcsédet. És átvette a telefont a kisebbik fiam, aki zenész, és nagyon benne van ezekben a zenei tehetségfejlesztő folyamatokban is, és mondta, hogy anya, mi már egy hete tudjuk ezt. Mondtam neked, hogy figyeld az e-mailjeidet. És tényleg így volt, hogy körülbelül egy héttel előtte egyszer felhívott, és azt mondta, anya, nagyon figyeld az e-mailjeidet. Igen, de olyan sokszor küld kis dalkezdeményeket, jó számokat és egyebeket, hogy ez nekem körülbelül ennyit jelentett. Akkor is el is engedtem a fülem mellett, és amikor ezt megkaptam, akkor tudatosult, hogy erről beszélt a gyerekem. Tehát ő volt a beavatott, ő volt, aki tudott róla, ő volt az, aki a tényleges felterjesztőkkel, aki konkrétan egy szülő és egy neves zenész volt, aki a táboromban oktatóként dolgozik. Ő volt az, aki kiszolgáltatta nekik a számítógépemből az adatokat, hiszen a felterjesztéshez kellett a projektjeimről írni különböző dolgokat. És aztán később, amikor elkértem tőlük a felterjesztést, mert nekem is kellett magamról egy kis szöveget küldeni, és igazából először nem is tudtam, hogy miért kapom, és amikor elkértem a felterjesztést, akkor mondtam, hogy de hát ezek az én szövegeim, ezeket zömét én írtam, és kiderült, hogy valóban a kisebbik fiam volt a megbízott, hogy kiszedje ezeket a gépemből, és átadja azoknak, akik felterjesztettek. Hát így kaptam. Hát akkor ez egy igazi titkos kis projekt volt, ami által még nagyobb meglepetést okozott önnek. Mit gondol, mi lehetett az oka, hogy így felterjesztették önt? Egy nagyon-nagyon jó csapattal dolgozom, nagyon hosszú ideje. Mindig kerülnek ugyan bele új emberek, de úgy beépülnek a csapatba, és ez a csapat nagyon a küldetésének érzi a zenei tehetségfejlesztést. Azt, hogy nem csak a zeneit, hanem egyáltalán a tehetségfejlesztést, és azt, hogy a gyerekek közösségben legyenek. És ez a csapat nagyon jól végzi a szakmai munkáját, és hála Istennek mindig azt mondják, hogy én kellek mögéjük, mert hogy én megpróbálom megteremteni ehhez a feltételeket. Mindig azt szoktam mondani, hogy ha én zenélni tudnék, akkor soha nem csinálnék táborokat és semmit, mert akkor zenélnék. De mivel nem tudok, és úgy érzem, hogy mégiscsak közel vagyok ehhez a világhoz, megpróbálom helyzetbe hozni ezeket a nagyon jó szakembereket, és megpróbálom oda csábítani azokat a gyerekeket, fiatalokat, akiket úgy gondolom, hogy tudunk segíteni, akiket egy picit el tudunk indítani egy ilyen pályán, nem biztos, hogy hivatásszerűen, de legalább foglalkozásszerűen, tehát hogy valami értéket teremtsenek, és valami értéket kapjanak.
És akkor én ezt érzem feladatomnak, és ezt szeretem, hogy minden feltételt úgy teremtsek meg, hogy ők ezt a munkát nagyon jól tudják végezni, és úgy érzem, hogy ez volt az indítéka. Mit jelent önnek a tehetségfejlesztés? Ugye itt már elhangzott pár szót, ön is szólt arról, hogy hogyan és miként van jelen így a mindennapokban, de mégis mit jelent az ön életében a tehetségfejlesztés és a gondozás, egy-egy gyereknek a ápolása, a tovább vitele? Én ezen nagyon sokat gondolkodtam, főleg mióta ezt a díjat megkaptam, hogy mit is kéne nekem egy ilyen kérdésre például válaszolnom, vagy magamnak mit válaszolok erre, és arra jöttem rá, hogy egyszerűen képtelen vagyok elmenni az érték mellett. Tehát, hogyha meglátok egy gyereket, aki valamit nagyon-nagyon jól tud, vagy akár egy felnőttet, akkor oda megyek hozzá, akár ismerem, akár nem, és azt mondom neki, hogy tegyél ezért a dologért. Ha kell segítség, meg fogjuk találni azokat az embereket, akik segíteni tudnak. Elmondhatok egy példát. Pont ma jutott eszembe, hogy körülbelül 21 néhány éve történt, hogy meghívtak itt a közelben egy kis településre, egy esküvőre. Ültem bent a falusi műfáznak a nem tudom sokadik sorába, és hallgattam a ceremóniát, és egyszer csak megszólalt egy hang, egy versmondó lány, akit én soha nem hallottam és nem ismertem, és csodálatos volt a hangja, és nagyon szépen szavalt, és olyan volt, akiről azt gondoltam, hogy ilyen hangokat akarok a rádióban hallani. És vége lett a ceremóniának, mindenki ment az ifjú párhoz gratulálni, megszaladtam a versmondó lány után, és mondtam neki, hogy szia, én vagyok, nem akarsz a rádióban dolgozni? Nem ismertem senkit semmilyen rádiónál. És így fölcsillant a szem, és azt mondta, hogy életem vágyai közé tartozik. Mondom, add már meg légy szíves a telefonszámodat. Ez volt hétvégén, hétfőn bejöttem Békés Csabára, és mondtam, felhívtam a Csaba Rádió, akkori, ugye volt Csaba Rádió akkori ügyvezetőjét, és mondtam neki, hogy én vagyok, mi nem ismerjük ugyan egymást, de higgy el, hogy én találtam egy szenzációs lányt, akiből kiváló rádiós lenne. Ez az elérhetősége, hívja már be egy próbafelvételre. Ez a lány több mint 20 évig dolgozott utána a Csaba Rádiónál. Tehát számomra ez a tehetség, gondozás, tehetségfejlesztés, hogy ha találunk, ha látunk, ha felfedezünk, akkor segítsünk neki. De ugyanígy a táborban, hogyha egy énekes lányka kiáll egy ki mit tudon, egy tábori ki mit tudon, és nagyon szépen énekel, de hallatszik, hogy rosszul képzi a hangot, hogy a zenészeim ott vannak mögöttem, és mondják, hogy úristen, tönkre fog menni a torka, ha így folytatja, és el fog menni a hangja, de nagyon kincs van a torkába, és egy jó énektanár mindent kihozna belőle, akkor azt mondom neki, hogy kicsim, megyünk a zeneiskolába? Keresünk neked, aki meghallgat, és aki segít neked. És volt már ilyen, hogy én kísértem el, mint szülő a gyereket, és mentünk, és meghallgatást szerveztünk, és utána nagyon szép eredményeket ért. Nekem ez a tehetséggondozás, hogy ne hagyjuk elveszni, ami van. Hát ez valóban egy igazi kis tehetséggondozás, hogy tényleg így a semmiből, ha csak a rádiós lányra visszagondolunk, tényleg egy esküvőn ön meghallotta, nem ismerte a vezetőséget mégis, és tehát, hogy 20 évig rádiózott, ez valóban, azt gondolom, hogy tényleg, tehát ez az. Ugye már többször is említettük a táborozást, több éve vezet tábort, illetve táboroztat. Mi az, ami önt erre motivált? Mikor jött először ennek az ötlete, és hogyan jött ez az ön életébe? Hogyan kezdődött? Talán úgy, hogy én mindig táboroztam, amikor kicsi voltam, tehát amikor fiatal voltam, akkor nekünk ugye még voltak mindenféle táborok, és most nem is lényeges a szerveződés, hogy ez most úttörő volt, kisz volt, vagy építőtábor volt, vagy mi volt, de nagyon-nagyon jó élményeim voltak. Közösségben voltunk, szerettük, még a munkát is szerettük, ami vele járt, tehát ha építőtáborban voltunk, és barackot kellett szedni, vagy címerezni kellett, az eltörpült amellett, hogy együtt vagyunk, és jó élményeink vannak. És amikor az én gyerekeim is megszülettek, akkor már nem nagyon voltak ilyenek. És akkor egyszer kitaláltuk, még nem is nyáron, hanem egy tavaszi szünetben, hogy mi lenne, ha csinálnánk a diák önkormányzatoknak, az iskolai diák önkormányzatoknak egy ilyen tábor jellegű bentlakásos képzést. És ezt csak így meghirdettük a világban, nyilván a megyében, és 100 fő jelentkezett az elsőre. És azt mondtuk, hogy hoppá, akkor erre igény van, erre jönni akarnak.
És aztán ezek a gyerekek, akik így elkezdték, még abban az évben csináltunk nekik nyári tábort is, ilyen továbbképzési jelleggel, évekig visszajártak, mert úgy érezték, hogy mindig kapnak valami többletet. És akkor volt alapképző, továbbképző, amikor már végképp nem tudtunk mit kitalálni, akkor kitaláltunk nekik más csoportokat, diákújságíró, diákrádiós, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy maga a tábor az már 23 éves, különböző csoportok jöttek, mentek benne, és aztán 12 évvel ezelőtt egyszer csak volt egy olyan évünk, mindig írom a levélben, hogy hozzátok magatokkal a hangszereiteket, a könyveiteket, a nem tudom, amit így másokkal megosztanátok, és az egyik évben 7 gitárunk lett. És akkor azt mondtuk, hogy hoppá, ha már van 7 gitárosunk, akkor lehet, hogy zenei csoportot is kéne indítani. És akkor megkerestük a Lustyik Pistit, aki Békés Csabán szintén ismert, hiszen a Kemény Gitárklub nagyon önzetlen és nagyon szenzációs vezetője. Pisti kijött, és a következő évben már 10 ember jött, és így nőtt, most már azért a zenei táborunk a legerősebb. Tehát, hogy valahogy számomra teljesen természetes volt a táborszervezés. Ennek lennie kell, mert máskülönben hova mennek a gyerekek, hogy együtt legyenek. És én vallom azt, hogy akkor lesz valakiből közéleti vagy közösségi ember, ha ezeket az élményeket ő maga is megéli. Ha soha nem találkozik vele, akkor otthon fog facebookozni. Otthon fog virtuális közösségekbe tartozni. De ha egyszer is megéli, akkor simán elfelejti azt is, hogy okostelefon van a kezében. Ugyan, mint tanár, illetve a táborok ideje alatt is gyerekekkel foglalkozik, és tényleg a mindennapokat kiteszik. Mennyivel másabb a tanítás, mint a táboroztatás? Mi a kettő közt a különbség, és mi az, amit az egyikben szeret, és mi az, amit a másikban? Nagyon jó kérdés, köszönöm. Igazából én könnyű helyzetben vagyok, mert amikor tanítok, akkor nagyon kevéssé gyerekekkel foglalkozom, hiszen a főiskolán tanítok, és ott már inkább fiatalokkal, de ez a táborokban is jelen van, hiszen 90 évestől, most így megsukom titkosan, hogy 68 évesig voltak táborozóink ebben az évben, persze a törzs maga az azért 12 és 18 év közötti, és azt is elmondom, hogy én úgy kezdtem el tanítani, hogy egy ilyen kényszerpálya volt, amikor én a főiskolára kerültem, megszűnt mögöttem egy intézmény, oda hívtak, nagyon örültem neki, de hogy azt mondtam, hogy hát én egy darabig itt leszek, és egyébként sosem fogom szeretni azt, hogy tanítok, és aztán nem tudom, nagyon hamar belevarázsolódtam, és mondta is a barátnőm, hogy emlékszel, hogy azt mondtad, hogy sohasem fogod szeretni, és közben minden nap úgy összhasz, hogy és képzeld el ezen az órán, és akkor bementem, és ilyen döbben csönd volt, és elkezdtük, és mindenki zsizsegett, és csoportokban dolgoztak, és élvezték, és szerették. Azt akarom mondani, hogy én mind a kettőt azonosan csinálom. Egy nagyon neves zenész barátunk mondta egy ilyen üzleti, vagy egy ilyen kommunikációs előadáson a gyerekeknek, hogy ő sokáig megpróbált pózolni, megpróbált más ruhát fölvenni, mint ami ő valójában, és nem volt sikere, amikor ő konferált a színpadon, és egyszer rájött arra, hogy elég saját magának lennie. Én ilyen vagyok, és kész. És ha magamat vállalom, akkor a táborban is magamat vállalom, a tanításban is magamat, de akkor oda jöhet hozzám a folyosón egy hallgatóm, és föltehet nekem olyan kérdést, hogy tanárnő, mi a véleménye? Meghívhatom a diplomaosztóra barátom szüleit, az nem cikis. Tehát, hogy bármi mással is, és én azt gondolom, hogy én így kerültem bele a tanításba is, hogy nem csak tanítok, hanem úgy benne vagyok a hallgatóim között, remélem ők is ezt mondanák, és a táborban is így vagyok, hogy aki akar tegez, aki akar magáz, mindent elfogadunk, és én ezt nagyon fontos értéknek tartom, hogy nekünk el kell fogadni a többi embert, és akkor megy mind a kettő. Mégis azért, ha ki kellene egy dolgot emelni, akkor mi lenne az, amit a legjobban szeret a munkájában? Jaj, ez annyira nehéz kérdés, mert én nem tudom nem szeretni a munkámat, és nem tudom másképp csinálni. Ha valamit nem szeretek meg, akkor onnan tovább állok. Ha pedig megszeretem, akkor ezerrel csinálom, tehát ilyen 0-24-es vagyok sajnos, mert nem lehet 18 dolgot 0-24-ben csinálni. De én az emberekkel szeretek foglalkozni, és ez nem csak a fiatalokra vonatkozik, de azért ők vannak előtérben ebben a pillanatban az életemben.
Nyilván most észrevették és el is ismerték ezt a munkásságot, amit ön a mindennapokban végez, ahogy ön is mondta 0-24-ben. Mit gondol, egy ilyen díjnak mekkora értéke lehet? És most itt nem az ön életében gondolom, hogy önnek mit jelent, hanem kifelé. Mit érezhetnek a szülők, ha mondjuk tudják azt, hogy egy olyan pedagógus tanítja a gyermekét, aki egy Bonis Bona díjban részesült? Tehát ön mit gondol, a 21. században van értéke ennek? Egy nagyon pici kitérőt tennék, és ha közben elfelejteném a kérdést, akkor emlékeztessen rá. Nekem nagyon fontos, hogy elmondhassam, hogy ezt a díjat idén nem csak én kaptam meg Békés megyében, hanem 3 egyéni díj volt, köztük én. 2 pedagógus is megkapta, egy Békés Csabai, illetve egy Mezőkovácsházi pedagógus, akiket mindkettőjüket ismertem, és nagyon örültem, hogy ilyen társaságban lehetek ott. Illetve a gyulai önkormányzat is átvehette, azt hiszem, tehetségpártoló vagy tehetséggondozó önkormányzat címet. Azért fontos ez nekem, mert én, amikor megkaptam, én nem osztottam ezt meg, sem a Facebookon, nem csináltam vele semmit, és hálás vagyok a kollégáimnak, akik gyorsan ilyen hírverést csaptak körülöttem, de hogy én azt gondoltam, hogy örülök neki, és nagyon büszke vagyok rá, de nem feltétlenül fogok én ezzel sehol házalni, hogy én ilyet kaptam. És akkor visszajövök a kérdésére. Én azt gondolom, hogy az az elismerés tömeg, amit azóta kapok visszajelzésként, hogy a hírlap lehozta, vagy a Facebookra valaki kitette, az nekem nagyon-nagyon nagy visszaigazolás, és azt hiszem, hogy ez jelzi azt, hogy ezeknek a díjaknak értéke van. Uh-huh. Hogy megállítanak az utcán emberek, és azt mondják, hogy Marika, megérdemelted. És ez olyan léleksimogató dolog. Tudom, ez most olyan szerénytelenül hangzott, ahogy mondtam, még egyszer mondom, sose osztottam volna meg saját magam egy fotót sem róla, de ha már így nagy dobra került a dolog, akkor mindenkinek köszönöm, aki nekem ezt írta, hogy látjuk és örülünk. Végezetül pedig a jövőbeni tervekre lennék kíváncsi. Gondolom azért önnek is mindig van valami kitűzött cél az életében, ami előrehajtja, visz és szeretné megvalósítani. Melyek ezek? Mi van még hátra? Nagyon rosszul fog hangzani az első mondat, tulajdonképpen én rettentően szeretnék nyugdíjba menni. Hát valóban rosszul hangzik. Azért szeretnék nyugdíjba menni, hogy csak válogatnom lehessen az általam csinálni akar dolgok közül, ez sem volt olyan nagyon szép fogalmazás, de hogy hát ha akkor több időm lesz, gondolom én, de még sosem volt ilyen az életemben. A középiskolás osztályfőnököm annó azt mondta, hogy én csinálom magamnak ezeket a dolgokat, tehát hogyha véletlenül nyugodtabb szakasz jönne az életemben, akkor még 3-4-5-8 dolgot találok, amitől így eddig lehetek minden nap, és valószínűleg igaza van, mert ez végig kísérte az életemet. Nagyon sok tervem, nagyon sok ötletem, nagyon sok elképzelésem van. Ezeket a tevékenységeket, amiket csinálok, nem nagyon akarom abba hagyni, de mint ahogy az előbb mondtam, hogy én amit csinálok, azt meg kell, hogy szeressem, és akkor nagyon szívesen benne maradnék, és teljes energiával csinálnám. Nagyon félve kezdek bele új dolgokba, mert már a 0-24-ben nem fér bele, de már lehet, hogy 28-ba se férne bele. Egyébként pedig vannak azért ilyen lecsitultabb terveim és vágyaim is, tehát nagyon szeretnék például rengeteget túrázni, uh-huh. Na erre soha nem volt idő az elmúlt 20 évben. Nagyon szeretnék írni, igazán kedvem lenne hozzá, de mindig csak szakértői anyagokat írok, vagy olyan szakmai írományokat, lehet, hogy a 100 oldal, vagy nem tudom, de soha nincs időm arra írni, vagy azt írni, amit én szeretnék. De egyszer majd biztos ezeknek is eljön az ideje. Hát reméljük, és a továbbiakban is csak hasonló sikeres munkát és jó sok energiát kívánunk ehhez a jó sok teendőhöz. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Most pedig lássuk az elmúlt hét legfontosabb kulturális eseményeit. Lehet szeretni vagy nem szeretni, de az biztos, hogy a néző nem marad érzéketlen az orosz Kojeda Színház Hamlet értelmezése iránt. A Gyulai Várszínház Shakespeare Fesztiváljára a Jekatyinburgból érkezett előadást az Orosz Teátrum igazgatója Nikolaj Kojoda írta és rendezte. Akár egy pogány ünnepség, erőteljes képekkel jelennek meg a klasszikus történet legnagyobb kérdései az orosz Kojeda Színház 2007-ben született Hamlet előadásában. A színművészek többsége a kezdetek óta játszik a darabban. Ez alatt a 11 év alatt azért változtam jó irányba, vagyis színészileg felnőttem a szerephez, fogalmazott a Hamletet alakító Oleg Jagodin.
Az első látásra az űrzavaros jeleneteket 9 alkalommal játszották Franciaországban, de jártak vele Varsótól kezdve Bukaresten át Szentpétervárig szerte a világban. Magyarországra azonban most jutottak el először, így kíváncsian várták, hogyan fogadja a bemutatót az itteni közönség. Szokatlannak tűnik a forma, amelyben előadjuk a Hamletet. Amikor először bemutattuk, a premier közönségét eléggé sokkolták a látottak, nem értették ugyanis, hogyan lehetett ekkora zűrzavart csinálni a darabból, emlékezett vissza a rendező, aki azt is elárulta, nagyon tetszett neki a vendégszeretet, amivel fogadták őket a magyarok. A folytatásban a Gyulai Shakespeare Fesztivál Hamlet és társai című tematikus programjában brit előadásban is megelevenedik a dán királyfi története. A Shakespeare Fesztiválnál maradva jöjjön az orosz előadás után egy igazi, autentikus angol Hamlet. Egyetlen éjszakába sűrítve ragadja meg a shakespeare-i tragédia lényegét, a Brit Flute Theatre Hamlet feldolgozása. A Hamlet ki van ott című darabot múlt hét csütörtök este láthatta a Gyulai Várszínház közönsége. Ez az előadás is a nyári Shakespeare Fesztivál részeként érkezett a fürdővárosba. Ki van ott? Teszi fel a címadó nyitó kérdést a darab főszereplője, akinek kettős tudatában kutat az előadás. A dán királyfi lelkében megjelenik meggyilkolt apja szelleme, és arra kéri fiát, vegyen elégtételt a halálán. Remember me! Thou poor ghost. A gyász és a bosszú érzelmei között örlődő herceg története egyszerre bensőséges és kortárs. Az egész darab mindössze 6 színésszel meséli el a klasszikus történetet egyetlen éjjelbe sűrítve. A tömörítés azonban a brit rendező szerint sokkal inkább erősíti, mint sem gyengíteni az üzenetet. Csak Hamlet elméjének belsejére koncentrál, és arra a külső világból érkező nyomásra, ami erre az elmére nehezül. Mindaz, amit Shakespeare Hamlet szövegeként megírt, benne van a mi előadásunkban is. Úgy építettük fel a darabot, hogy először mindent beletettünk Hamlet bensőjéből, és aztán hozzáépítettük a többi karaktert, amelyekre szüksége volt. Így, ahelyett, hogy kivágtunk volna belőle részeket, Hamlet világából kiindulva építettük azt fel. Valóságos körhintaként jelenik meg előttünk Hamlet elméje és érzelmei, mondta Kelly Hunter. A fő üzenetet a művészek ma még aktuálisabbnak gondolják. Szerintük ugyanis a 21. században még gyakrabban előfordul, hogy szinte az őrületbe kerget valakit, ha az igazát védi a hazug világgal szemben. A rendező tapasztalatai szerint Angliától távolodva az eredeti shakespeare-i szövegeket kevésbé ismerő országokban ezt még szenvedélyesebben fogadja a közönség. A hétvégén 5. alkalommal rendezték meg a Rongyoló Ifjúsági Fesztivált Békés Csabán. Az esemény fő célja, hogy a helyi fiatalokból egy igazi közösség formálódjon a koncertek és a változatos programok ideje alatt. 2015-ben még az Andrássy úti társaskörben tartották meg az első fesztivált. Azóta már kétnapos rendezvényé nőtte ki magát, új helyszínre költözött, így több helyet biztosíthatnak az érdeklődőknek. Volt olyan látogató, aki az eddigi összes rongyolón részt vett. Rengeteg ismerős köt ide, rengeteg szervező ismerős is, és rengeteg barátság meg ilyenek. Ezek mindenféleképp ide vonzanak. A fesztiválon a szervezők több békéscsabai kötődésű együttesnek is lehetőséget adtak, akik megmutathatták magukat a helyi fiataloknak. Nagyon jó érzés volt, mert a saját korosztályunk előtt játszottunk, és nekünk ez a célunk, hogy megmutassuk nekik, hogy számunkra milyen az igényes élőzene, és hogy szeretnénk minél többet fellépni a saját korosztályra, szóval ez egy nagyon jó lehetőség volt számunkra. A fesztivál szervezője elárulta, a kétnapos eseményt megelőző napokban egy alkotótábort is tartottak, ahol a kétnapos program kellékeit készítették el az érdeklődők. Lajos Viktor kiemelte, a fesztivál fő célja az, hogy a helyi fiatalokból egy igazi közösség formálódjon a programokon keresztül. 2015-ben indult egy ötletversennyel az egész kezdeményezés. Igazából szerettünk volna egy olyan programot megvalósítani, ahol minél több fiatal tudunk bevonni magába az ötletelési folyamatba is, és velük együtt tudunk egy olyan fesztivált vagy rendezvényt összerakni, ahol a Békés Csabai amatőr zenekarok mellett nagyon sok programot tudunk megvalósítani. A fesztivál szervezői a tavalyihoz hasonlóan megtartották a korábban már bevált programokat.
Mindkét napon délutántól csapatjátékokkal, workshopokkal, valamint továbbtanulással kapcsolatos interaktív foglalkozással készültek a fiataloknak. Lassan 50 éves a Gyulai Művésztelep. Amellett, hogy közel fél évszázada minden évben megrendezik, ami még egyedibbé és különlegesebbé teszi ezt a programot, hogy egy igazi szellemi iskolává nőtte ki magát. A hétköznapi magyar ember életét ábrázolja, és így dokumentálja a kor jelenségeit. A művésztelepen járt Horváth Szabolcs tudósítónk. A nyári Gyulai Művésztelep jövőre ünnepli jubileumát, 50 éves lesz. Folyamatosan minden nyáron megrendezik, 50 év óta, és azóta rengetegen jönnek ide iparművészek, festők, szobrászok. És bővebben arról, hogy mi is történik itt, ez alatt, a több nap alatt, Albrecht Júliát kérdezem, aki a Művésztelep Egyesület elnöke. Mit szoktak ilyenkor csinálni az alkotók? Honnan érkeznek ide? És hát 50 év az elég komoly idő. Hogy még mindig ilyen szép számmal érkeznek ide önökhöz? Sőt, egyre népszerűbbek vagyunk, mert az interneten is fönt vagyunk már, és vannak jelentkezőink onnan is, úgyhogy erőteljesen szűrnünk kell az újakat, mert hiszen van egy törzsgárda tagság, az alapító tagok körülbelül olyan 15-20-an vagyunk, akik még gyerekkorunkban jöttünk ide először, hiszen 50 éve volt, és a Nagybányai Művésztelepnek a működési elve nem a stiláris és művészeti része, hanem a működési elve a jellemző, a mesterünk Tóth Tibor, aki elindította ezt a művésztelepet. Ő a nyári iskolát, vagy szabadiskolát is szem előtt tartva, hogy legyenek pályára készülő embereknek felkészülési műtermi munka lehetőségei. Ez az egyik szempont, a másik pedig a plenerben nyáron szabadon alkotni. Ugyanis mi, mint alapítók, szakköri tagok voltunk, évközben műteremben modellről tanultunk rajzolni, készültünk a pályára. És a mester úgy gondolta, hogy hát a világ az nem abból áll, hogy megtanulunk embert rajzolni, hanem a teljes környezet ábrázol, különböző fényállások kint a napon, és hát ezért a művésztelepet megszervezte, és lényegében e körül forog azóta is a munka, hogy délelőtt lehetőség van műtermi munkára, aktmodellről, ami azért izgalmas, mert vidéken, tehát itt a környékről bejáró fiataloknak ez egy nagy lehetőség, mivel nehéz aktmodellt vidéken találni, és hát olyan korrektúrát kapnak Sáfár Pál személyében, aki hát egy profi festőművész és kitűnő művészetpedagógus, tehát kapnak olyan instrukciókat, amivel azért évközben is tudnak tovább haladni. És hát a profi művészek pedig kijárnak a telepre, illetve én is nagyon gyakran élvezek modellről dolgozni, mert ez olyan, mint egy új gyakorlat egy zongoristának, hogy úgy felfrissíteni, és nagy élvezet a profiknak. Hát ahogyan hallottuk, ugye ennek a művésztelepnek több különlegessége is van. Az egyik pedig az, hogy modellről lehet megmintázni a remek műveket. Jövőre is várják a látogatókat a nyári Gyulai Művésztelep. Ez volt a művészbejáró. Ha szeretnék megtekinteni további műsorainkat, látogassák meg a behir.hu oldalunkat. Egy hét múlva újabb kulturális hírekkel jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!